Továbbra is megoldatlan a parkolóház ügye. Az épület elkészült, de az egriek nem használhatják, így nem oldódott meg az egyébként is problémás parkolás a belvárosban, mondta dr. Csarnó Ákos. Az LMP-s képviselő a napokban a földhivataltól kikérte az épület tulajdoni lapját. Ezen az olvasható, hogy bár az építő cég szeptember közepén kérte a parkolóház feltüntetését az ingatlan nyilvántartásban, a használatba vételi engedély hiányában a hivatal elutasította a kérelmet. Ki lehet jelenteni, sarkosan fogalmazhatok, de úgy néz ki, hogy de facto itt van egy épület, de egyébként meg nincs. Csarnó Ákos hozzátette, meg fogják találni a felelősöket, és ha kell, bírósággal is viszik a kérdést.